Benne van a babérlevél, és ezt nem is őröltem meg, pontosan azért, mert hagyományos mozsárban szinte lehetetlen bórá őrölni. És sokkal jobban szeretem, hogyha ameddig sül a húsunk, addig a paradicsomos mászban szépen a babérnak hiányzik az íze, és amikor ez megtörtént, eltávolítom belőle, és így nem kell ilyen fás babérlevél darabokat fogyasztanom, ellenben az íze benne lesz.